következő fellépünk a The Force Alliance Magyar Galaktikus Fanklubból egy kiváló tagja. Bálint Diana fog nekünk a katarfajról előadást tartani. Fogadjátok őt sok szeretettel! Sziasztok! Egy nagyon ritka fajról fogok beszélni. Azért is számít ritkának, mert magában a filmben nincsen benne, azonban a képregényekben, videójátékokban szerepelnek, és érdemes szerintem őket megismerni, ugyanis ha azt nézzük, még külföldön sem nagyon foglalkoztak ezzel a fajjal. Magyarul cica Jedi, mert ha azt mondom valakinek, hogy ketár, külön mindenki máshogyan ejti ki, akkor nem tudják, hogy miről van szó. Ezt mondom, ilyenkor mondom azt, hogy tudjátok, a cica Jedi. És akkor igen, már tudom, és akkor jó. Hát ugyanis az Old Republicban most így előszedték. Később beszélek az alfajokról. Itt lent látszik, hogy ez már az Old Republicos karakter választó programmal bármilyet tudtok választani. A képregényekben látszik az, hogy egyszerűbbek, és az oroszlános mi volt, az így jobban dominál. Ez a régebbi képregényekre jobban van jellemző, például ez a vörös szonyaféle ábrázolás. Ez az egyik faj alfajra jellemző, erre ki fogok térni egy kicsit később, csak hogy egy kicsit képben legyünk. Hát az első megjelenések, így a Jedi hajnalánál a szomszédban, így különböző képregényeknél, azonban csak a Sötétség urainál az első részben jelentek meg, úgy, mint maga a faj, hogy Katar. Korábban így külön faj megemlítés nem szerepelt. Így velük kezdtük. Szóval, ugyanúgy, mint a Twilight előadásomban, nekik is van saját bolygójuk, természetesen Katar a bolygó neve, hiszen arról nevezték el magát a fajt. Arról azt fontos tudni, hogy a katari csata, hát természetesen Katáron zajlott, jöttek a mandalóriak és lerohanták. És nagyon fontos erről a fajról tudni, ami a Twi'lekeknél például nem fordult elő, meg más fajoknál, hogy gyakorlatilag kiirtották őket. Nagyon nagy szerencséjük volt, hogy megmenekültek. Körülbelül ezt úgy kéne elképzelni, mint a Titán időszámításunk után című rajz, mert biztos mindenki látta, amikor a Földet így lerohamozták. Úgyhogy ahhoz tudnám hasonlítani ezt a menekülést is. Természetesen elmondhatjuk, hogy mivel ez a faj eredet a menekülés korábban volt, lehet, hogy megihlette a rajzfilmes alkotókat. És mint Noé bárkája, vagy mint például a Titánban, visszatértek a kiirtott, elnéptelenedett bolygóra, és újra benépesítették. Társadalom és kultúra. Hát itt egy kis Evok Maci féle érzést így lehet tapasztalni, ugyanis előfordul, hát többnyire inkább a a fák kononái között építették ki a rendszerüket, ugyanúgy, mint az Evok Macik, fönt a kis fakunyhóikban, azzal a különbséggel, hogy az Evok Macik ilyen írásos, komolyabb bármilyen dokumentációt a történetükről nem tartanak, viszont ők teljesen belevésik a fákba a történetüket a nagy harcosokról. Más a morális értékük, ugyanis, mint Lukásznak a fajainknak a többsége, itt is van rabszolgatartás, annyi különbség van a többi fajjal, hogy itt a férfiakat túl nemesnek érzik, hogy eladják őket, a nőket viszont ugyanúgy eladják meg a gyerekeket. És azon belül is, amit itt ki kell emelni, hogy ilyen egypárosak, szóval örök hűség van a fajban párjukkal, ha elhuny a párjuk, akkor nincsen másik.
Hát és ami a bolygóra jellemzik, az az, hogy szavannás többnyire, és mivel a sík terület, ezért az erdős részeken laknak, hogy óvják magukat. Macskaszerű faj, ez itt a korábbi képeken is kiderült. Szóval ez így nagyon nem kell túlragozni, hogy ilyen oroszlánszerű lények inkább. Nos, igen, az idősek vezetik őket, ugyanúgy, mint a fajok többségénél, van a kis tanácsuk, mindig valakit így megválasztanak. A vallásuk, ami így különösebben így érdekes, hogy van ez a vérvadászat, ez a rituálé, hogy vannak a harcosok. Mindenki felnőtt, eléri a férfikort, valahogy férfivá kell válni, meg harcosnak, mondjuk a női fajnál is, nőstényeknél is előfordul, de inkább a férfiakból kerülnek ki, mivel elhagyják őket rabszolgának, meg hasonló dolgok, ezért a nőknek itt is hátrányosabb helyzetük van, mint a Twilighteknél. Azonban náluk ez a rituálé, ez a Kili nevű fajjal való vívás, ők nekik szenteltem egy diát, és arról szól, hogy bemennek ebbe a bolyba, mert ők ilyen hangya termesszerű lények, bemennek, vívnak, élve kijönnek, akkor már ők a nagy harcosok, férfival vannak, férfivel harcossá vannak válva. A nők meg, akik túlélik, akkor meg így ők is harcosok, csak így mondjuk nem adják el őket rabszolgának, mert azért valamennyire kivívta a függetlenségüket. A nyelvük, hát Katarese, egyértelmű a faj neve alapján, és mint, hát talán az is egyértelmű, hogy ilyen csubabkaféle morgás, az 50%, a másik 50%-a a nyelvüknek, azonban a beszéd. Szóval képzeljétek el azt, hogy csubabka kimond a morgások közepette pár szó. És különböző hangsúly, meg morgás momentumok, azok így kiadják a kommunikációt, hogy hogyan beszélik magukat a nyelvüket. És itt vannak a kilik, ők kaptak egy diát, velük küzdenek. Róluk annyit érdemes tudni, hogy ugyanúgy kaptak egy kis epizódot, az Old Republicban is benne vannak, mint ellenségek. És a mandalóriak, ha már elfoglalták a Katár bolygót, akkor őket is eléggé megritkították. Csak mivel a szaporodások ilyen föld alatti petés dolog, amire most nem térek ki bővebben, de ők egy kicsit jobban túlélték, mint a katariak. Nekik nem kellett elmenekülni, beesták magukat, és ennyi. De őket is így eléggé megritkította a faját a mandalór sereg. Nos, a galaxisban elég sok katár van, nem csak azért, mert menekültek, hanem ugyanúgy utaztak, vándoroltak, hasonlók, és mivel ők erőérzékenyek, mint a macskák, így egyértelműen érzékenyebbek a dolgokra. Volt pár, aki így híresebb lett, például Silva, Krádó, ők a nagy Szith háborúban is harcoltak. Krádó azért fontos, mert átállt a sötét oldalra, de utána meg egy befolyás alapján, Exarkun befolyása által sikerült visszatérni a Jedi oldalra. Elmondhatjuk az ő történetéről, ami a Star Wars filmben senkinél úgy igazán nem jött át, hogy átment a sötét oldalra a Jediből, és sikerült visszatérnie. És ez más fajnál nem mondható el, hogy igen, sikerült megtérnie. Kylo Rennél az új részben is csak ilyen gyengeséget láthatunk, de az, hogy áttér vissza meg hasonló konkrétumokat, azt így nem. Jó, mondjuk Luke Skywalkernél akkor, amikor meghalt, de az nem egy élet története során sikerült, hanem az élete végén sikerült, mikor meghalt, így visszatérni a másik oldalra. Akkor Juhani Révönnel, ők is a csillagkohó elpusztításában segítkeztek, ez így egy fontos momentum volt, birodalom utánpótlása szempontából. És Razitum, Anézó, ők is még híres keterok. Nőnemű, szóval itt is megjelennék, meg a Juhán is, hogy a nőstény egyedek is sikerült Jedivé válniuk, és nem rabszolgaként végezniük, vagy egyéb házi munkaként.
Még annyi fontos, hogy mivel ilyen harcos, szívós fajról van szó, ez a békés Jedi, hát békésnek mondható, ez a Jedi út nem éppen a fajra jellemző. Itt láthatjuk éppen az egyik katárnak, a mestere éppen átáll a Sith oldalra, ami a képregényben volt. De ha elmondanám, akkor nem nézne utána senki, és nem olvasná el. Úgyhogy ezt így rábízom az érdeklődőkre. Meg így külön kutató munka is kéne, meg előadás, az átállás visszaállnak, hogy most kinek a mestere. A biológia, ami még így érdekes lesz a későbbiek folyamán, ugyanis az előadás két részből áll. Egyrészt egy kis bemelegítésként egy kis bemutató, majd egy apró sminkelés. Szóval mindent, mivel macska lapúak, sűrű sörény borította őket, a bőrszínük elég változatos, mondjuk ez az Old Republicnál már kitolódott, a színek színeskálája felelhető. Itt ami fontos, hogy az egyszínű alaptól a sárgásban a csíkozásig terjed. Mivel két fajról beszélhetünk, mint a képregényeknél, meg az Old Republicban is látható, hogy az egyik alfajnál látszik az, hogy csíkos, a másik meg ellenatúr, egyszínűek. Mint a macskáknál, hogy teknős tarka, meg hasonló. Mondjuk ennél a fajtánál maga a tarka az így nem jellemző, inkább az, hogy vagy csíkok vannak benne, vagy egyszínű, és akkor nincsen benne csíkok. Ez a Juhán és a Miro alfaj. Náluk látszik, hogy ők nem voltak olyan macskaszerűek, mint korábbi képnél a diáknál is. De így vissza is tekerem egy kicsit. Igen, hoppá. Szóval itt látszik, hogy képregénynél itt ez a fajta, és ez a fajta katár, meg az Old Republicosnál, hogy ők inkább humánusabbak, kisebb a fülük, és nincs meg, mint a régebbi képregénynél, a másik alfajnál, ezt hát ilyen vörös szonyás ábrázolásnak mondanám, az, ami rájuk jellemzi, hogy ez teljesen macskaszerűbb, mind arcformára, nincsen meg benne az a humánum, ami jobban jellemzi, meg valamint a testfelépítést, mint az Old Republicban is kevésbé olyan izomfelépítésű. Ezen kívül a magasságuk az ilyen átlagos emberinak mondanám. Egy másfél méterre 1,9 méter magasak, 2000-es harcos specialisták, hiszen vissza, mint a macskáknak, ugyanúgy ki tudják engedni a karmaikat, visszahúzni. És hát ilyen oroszlános macskás motívum, hogy mind a két kezükkel harcolnak, és mindenkit összekarmolnak halálra akár. Ami most fontos, az így a következő előadásnál, és mert ez nagyon extrém sminkelés lesz, amire külön modellt kértem fel rá. Bemutatom Lukács Tamást. Róla azt kell tudni, hogy a törvényen kívüliek Western csapat vezetője, és korábban gladiátorkodott is, mennyi, 13 évig, 15. Neki azért is fontos az ő sminkje, mert mondjuk itt az Old Republicban lehet jól megnézni, hogy itt már vannak szakállas egyedek. Most nem megyek vissza a diákba, a képregényeknél nagyon ritka a szakállas ábrázolás, inkább a diplomatáknál. Azonban az Old Republicban ezt az alfajt választották, hogy erre nyúltak vissza, hogy valami eredeti tudjanak kitalálni, növelték a színskálát, nem csak a barnás szavannás tigrises mintát, valamint szürke mintát is beraktak, azonban itt barnás minta van, mint látható. És mivel mindenki biztos látta Judikónak a sminkes YouTube-os videóját, tigris sminket bárki tud csinálni. Egy csomó előadás volt, hogy milyen ecsetet kell használni, milyen festéket, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Az most minket úgy igazán nem érdekel, mert
most nem az a lényeg, hanem maga a katás mink, hogy meglegyen az alap, és egy szakállas modellnél, illetve férfinál hogyan érdemes minkelni. Mert mi nők, meg akinek nincsen szakálla, az így egyszerűen bekeni magát, szuprakolort használok én konkrétan, megcsinálom ebbe a sötétebb árnyalatokat, utána a világost, és legvégére hagyom a csíkozást. Mondjuk nekem itt másképpen áll a csíkozásom, ugyanis nekem kicsit ellipszisebb, hosszúkás az arcom, így nekem nagyon megnyújtotta volna, ezért én a vízszintes csíkokat használtam, és abban különbözik a tigris csíkoktól, hogy másabb az elrendezése, több csík van benne, de nagyjából ugyanaz. A haj így rövidebbet is megenged, de a karakter választásnál, amikor megszerkesztitek, nagyon elengedi, hogy olyan hajat választotok, amilyet akartok. Itt nem pontosan ilyen sminket fogok készíteni, ugyanis, mint látható, Tamásnak a haja megfelel hozzá az adott karakterhez, de nincsen bajusz része, és másabb a szakáll elrendezése. Azonban így ez, a fiúknál ez nagyon jó, mert tudnak spórolni mondjuk a festékkel. Amit még így érdemes tudni egy picit magamról, nem azért, mert egoista vagyok. Én lufi bohóc és arcfestő vagyok falunapokon, és ilyen pici cucc mondjuk elég konra. De ha valaki úgy mondja, hogy én szuper koszpélyes vagyok, tudok arcot festeni, az felejts el, hogy fél órán keresztül pötyög egy gyereken. Én hálát adok az égnek, amikor 50 gyereknél többen nem kell foglalkoznom. Ez az. Szóval egy gyerek átlagosan van ilyen 3-5 percem, attól függ, hogy mi a szíve vágya. Mi az, amit a szülő akar, megenged, megbeszélni, kiválasztja, amíg sorban áll. Gyerekek esetében, mivel nincs időm arra, hogy allergia tesz meg hasonló, mindenképpen aquacolor festéket használok, mert ha valami történik, berohan a WC-re, gyorsan le tudja mosni szappannal. Bármilyen rendezvény van, vannak mentők, allergiás reakciót tudják kezelni. Mi konon, mielőtt így kifestjük magunkat, van időnk arra, hogy otthon leteszteljük, allergia teszt, milyen ecset kell. Egy falunapon mondjuk erre nincs idő, vagy egy játszóházba. Az ecset is elhoztam egy, most direkt magamat is egy szivacsal használtam, mert mint láthattátok több előadáson, egy profi sminkesnek van egy csomó szivacsa, 20 millió különböző ecsete, és van ideje arra, hogy mindegyiket feltörtlenítse. Nos, amikor elmentek így mást így sminkelni, vagy konon, nem tudsz annyi mindent cipelni, mert mondjuk a páncél, hogy bármi elfoglalja a cuccot felét, akkor én azt szoktam csinálni, hogy egy szivacs különböző oldala. A gyerekek esetében gyorsan bevizezem, kinyomkodom, papírtörlő, és gyorsan kimosom, ami hát nem valami jó számomra, mert azért egy alapos fertőtlenítés az nem elég a baktériumoknak, de egy profi sminkesnek egy kliforgatás alatt van erre ideje, nekem nincs. Ami fontos még tudni, mert sokszor láttam a WC-be, biztos mindenki, amikor elmegy öltözni, mert nem mindenki fér be az öltözőbe. 8 millió cucc így kiborítva, minden behányva ilyen papírzacskókba, egy ilyen kis neszeszer, most valaki elmegy a turkálóba 300 forintért, szerintem ennyit megér, eltörik a szemceruza, összekeni a jelmezét, úristen, most mi lesz, főleg akkor, ha fehér és fekete a szemceruza. Úgyhogy szerintem egy ilyet megér használni, szóval különböző ecset, nem kell ilyen szipi-szupi ecsetkészlet, ha megvan otthon előre kipróbált, hogy mit, hogyan akarsz festeni, így konra, akkor egy ilyen kisebb készlet bőven elég. Ilyen nagy táskákkal, hú, még ez is, meg az is, az így fölösleges, időigényes, nem találod, lenyúlják, elhagyod, eltörik, és a többi.
max. 2 legyen. Nos, így az ecseteket nem ragozom, hogy ez ilyen közönséges kis pár száz forintos, szóval védem a mókusokat, és mókusszőr meg egyéb állatszőröset nem használok. Mint mondtam, így amikor gyerekeket festem, 3 különböző ecsetem van, de még van, hogy arra sincs időm, hogy másikat vegyek. Van egy ilyen lapos, lapjával hosszú, így ha így fogom, akkor szélével, akkor meg keskeny vonalakat húzok. Szóval most így felvázolom az alapot, ez szupra-korol festék. Pillanatra. Ezt a szürke Twilek jelmezhez szoktam használni. Ilyenkor ennél a jelmeznél is az a jó, meg ennél a karakternél, hogy lehet csalni mondjuk kesztyűvel. Azonban, mivel cica fajról van szó, megengedhetjük azt, nekem is igaz, hogy most nap végére kicsit piszkosnak tűnik, hogy csak a kézfejet kenjük be, mert a tenyér lehet világosabb, mint a macskáknál. Annyi, hogy mivel humán-szerű alfajról van szó, meg humánusabb, szóval nincsenek külön cica tappancsai, külön rózsaszín nem kell. Ez a férfiak esetében azért is jó, mert így nem kell pluszba festeni, meg tud bármit fogni, anélkül, hogy kesztyűt húzna. Ha sporolni akarunk a festékkel, megengedhető, hogy bármilyen kesztyűt felhúzzon. Ezt sokan alkalmazzák általában, mint én is, mert tényleg az, hogy mindent összefogdosni. Mondjuk én nem használok így fixnálót, mert az én véleményem, hogy volt, hogy 16 órán keresztül ebbe voltam, és egy ilyen festék bőven elég. Egy kicsit kézre. Mint látható a kézen is, meg így bármilyen alapozónál, kézen és arcon teljesen másképpen fest. Most Tamásnak az arcát fogom bekenni, és fontos, hogy ebből is két réteg kell. Míg az egyik réteg szárad, mondjuk nem olyan, mint a szupra-korol, szóval azonnal rákenhetek még egy réteget. Az akvakolornál van az, hogy míg az egyik réteget fölkened, utána egy másik területet festesz be, hogy legyen ideje megszáradni, különben foltosra lesz. De muszáj megvárnod, hogy száradjon, mert különben nem tud a következő réteget ráfesteni, és nem éred el azt a szint, amire szükséged van. Még annyi aprócska trükköt mondanék, hogy a Jedi és hasonló jelmezekkel, a garbonyakkal lehet csalni, nem csak hogy spórolunk a festékkel, de aki nem bírja a festéket, vagy zavarja később, azt így pont takarja, és így kevesebb felületet kell festeni. Most felfestem a barna festékkel a csíkokat. Tamásnál az a szerencse, hogy neki ilyen barnás a szakálla. Amennyiben szeretnénk egy kicsit turbózni férfiaknál, egy egyszerű szempilla spirállal lehet árnyékolni, hogy barnával vagy feketével. De mivel sötétebb barna csíkokat fogok alkalmazni, így nem kell így beárnyékolnom, legalábbis én nem tartom indokoltnak, hogy az összképpen roncsak azzal, hogy túl sok csíkot használok, vagy besötétítem a szakár részét. Emellett a szakán résznél még az fontos tudni, hogy teljesen ide a tövig le kell nyúlni. Itt kézzel tudjuk igazítani, mert a szivacs így magát a szakán részt, szőrrészt fogja bekenni.
Szóval azt, amit a tövénél kell, hogy ne látszódjon, az pont elmarad. Így muszáj hozzányúlni kézzel, hogy így eltűnjön az a rész, amit éppen nem fed. Pillanatra. Nos, így annyit fontos még itt tudni, itt a bajusz résznél, hogy itt nagyon óvatosan kell, különben, mint ahogy én is éppen elkövettem ezt a kis hibát, hogy kicsit belekentem a szakár részbe. És hát, mivel a fiúk nem nagyon szoktak sminkelni, őket így érzékenyebben érinti bármilyen nemű smink, szóval velük óvatosabban kell. Így is köszönjük szépen Tamásnak, egy tapsot azért megérdeme, hogy végig üli ezt a sminket, mert aki nem profi, mert aki nem szokott hozzá a statisztáláshoz, vagy bármilyen arcfestéshez, az egyszerűen nem tud megülni. Kisgyerekeknél tapasztalom, hogy mindenki így behúzza magát, és a következő a szituáció, hogy behúzza a fejét, húzz be, légy szíves. És ilyenkor így festek. Így már nem vagyok a földön, egy 3-4 éves gyerek, és így, és fessem ki. Szóval azért ide azért türelem is kell. Nem pedig az, hogy hú, de jó, sminkes vagyok, és akkor gyorsan mindent megcsinálok. Még annyi, hogy szemöldökügyileg érdemes itt kiemelni. Magát, mint szempillát egy fiúnál nem érdemes megcsinálni, a szem alatti részt pedig egy egyszerű szemceruzával meg tudunk oldani. Itt ez azért is fontos, mert elég, ha becsukod a szemed. Légy szíves, fog meg. Nem csak itt mindig a vonal, mindjárt kész.
kisebb szemceruza bőven elég, ugyanis, mint Tamásnál is látszik neki, ez nagyon érzékeny, főleg úgy, hogy ő szemüveges, le kell húznia ilyenkor a szemüveget, egy ecset, de még inkább bajlós lenne, és itt már újjal tudjuk eldolgozni. Pontosabban próbálhatjuk, csak erre nincsen idő, úgyhogy itt a szem, kinyithatod a szemet, arra fordulj légy. Szóval amennyiben több időnk van egy modellre, itt a szem alatti részt már kézzel érdemes elkenni, beledolgozni, mert valakinek olyan érzékeny a szeme, hogy nem bírja egyszerűen, főleg így pasiknál. És ennyi volt a rövid smink bemutató, hogy egy szakállas férfit hogyan érdemes sminkelni gyorsan és könnyedén. 5 percbe belefér, mert nem sok pasi meri besminkelni magát így komolyabban. És így köszönöm a figyelmet, ennyi volt.